Köszöntöm nézőinket, szervusztok! Ez itt a Mindennek a Teteje, a Partizán politikai magazin műsora, amiben hétről hétre igyekszünk bemutatni és kontextusba helyezni azokat a közéleti eseményeket, amelyek valóban számítanak. Ahogy azt mindannyian tapasztalhatjuk, a világgazdaság komoly energiaár problémákkal küzd most már lassan egy éve. Ám a nyár vége óta úgy tűnhetett, hogy legalább a kőolaj tekintetében mérséklődni kezdtek az árak. Ám az elmúlt egy hétben ez a tendencia gellert kapott. Múlt szerdán ugyanis a kőolaj exportáló országok szervezetének Oroszországgal kiegészült fóruma, az úgynevezett OPEC Plus, brutális kínálat csökkentés mellett kötelezte el magát. A világ kőolaj kitermelésének kb. 40%-át adó kártel úgy döntött, hogy az eddiginél napi 2 millió hordóval kevesebbet dob piacra, ezzel pedig megállítja az árak csökkenését. A nyers kőolaj hordonkénti átlagára júniusban ért el a legmagasabb szintet, azóta hónapról hónapra olcsóbbá válik, bár még így is sokkal többe kerül, mint egy vagy két éve. Nem meglepő módon az OPEC Plus bejelentése után az árak újból emelkedő pályára álltak. A hét elején már majd 10 dollárral többe került egy hordó nyersolaj, mint szeptemberben. Az eset kiválóan példázza, hogy milyen bonyolult geopolitikai viszonyrendszer rángatja a fosszilis energiahordozók árát. Ezúttal például Oroszország és Szaúd-Arábia összejátszása az USA ellenében, amely villámgyorsan is ítélte a döntést, illetve újabb adag kőolajat szabadított fel a stratégiai tartalékaiból, hogy így próbálja pótolni a kieső kínálatot. Az ilyen események azt a magyar kormányzati narratívát is kikezdik, amely az Oroszország elleni szankciók elhibázottságával magyaráz minden áremelkedést. Az elmúlt hónapokban is csökkent a kőolajára, annak ellenére, hogy többek közt a kőolaj is bekerült a részlegesen szankcionált termékek közé. A magyar háztartások esetében persze a kőolaj világpiaci áránál sokkal közvetlenebb problémát jelent az élelmiszerek brutális drágulása, mely szeptemberről októberre tovább gyorsult. Kedden tette közzé a Központi Statisztikai Hivatal a legfrissebb, szeptemberre vonatkozó inflációs adatokat. Ezek szerint az egy évvel korábbi szinthez képest 20,1%-ot romlott a pénzünk. A legnagyobb mértékben az energia drágult 62,1%-kal, de az élelmiszerekért is 35,2%-kal magasabb árat fizetünk, mint tavaly. A G7 gazdasági portál saját belső adatfelvételen alapuló elemzése ennél is sötétebb képet fest. Ők úgy számolnak, hogy tavaly szeptemberhez képest 48%-os áremelkedés tapasztalható az élelmiszerek piacán. A Nemzeti Bank előrejelzésére támaszkodva a portál arra is rámutat, hogyha így mennek a dolgok, akkor az infláció brutális mértékben értéktelenítheti el a magyar lakosság jövedelmeit, a rendszerváltás óta eltelt 30 év második legnagyobb reálbér csökkenését hozva magával. A Mindennek a Teteje múlt heti adásában a miniszterelnök politikai igazgatóját, Orbán Balázs már kérdeztük arról, hogy a kormány milyen eszközökkel tervezi a háztartások pénztárcájának védelmét, de válaszából úgy tűnt, a szankciók ostorozásán túlmenően nincsenek valódi terveik. Félő tehát, hogy a G7 által vázolt legpesszimistább forgatókönyv valósággá válhat. Milyen terveitek vannak konkrétan arra, hogy megfékezzétek az inflációt? Hát például megpróbáljuk, hogyha a magyar emberek ebben támogatást nyújtanak a nemzeti konzultáción keresztül, akkor megpróbáljuk meggyőzni Brüsszelt, hogy talán nem kéne az energia árakkal összefüggésben szankciós felárat fizetünk. Persze a magyar kormány nincs egyedül, az EU vezetői sem úgy néznek ki, mint akik urai lennének a helyzetnek. A tagállamok vezetői múlt pénteken Prágában ültek össze, hogy megoldásokat találjanak az energia ár robbanás által hajtott infláció megfékezésére. Ám konkrét intézkedésekről nem sikerült megállapodniuk, inkább csak saját megosztottságukról tettek tanúbizonyságot. Nincs egyetértés az áremelkedés mérséklésére vonatkozó közös intézkedésekről, hogy például támogatásokat vagy uniós ársapkát kéne bevezetni az energiahordozókra. De egyes tagállamok saját polgárait védő intézkedései is megosztották a vezetőket. Németország nemrégiben jelentett be egy gigantikus 200 milliárd eurós csomagot, amellyel a vállalatok és a háztartások energiaköltségének egy részét átvállalna a német állam. Ezt több kisebb tagállam, köztük Magyarország is, erősen kritizálta. Szerintük ugyanis ezzel Berlin szétrombolja a közös európai piacot, olyan előnyt adva a saját vállalatainak, amellyel a szegényebb tagállamok nem tudnak versenyezni. A prágai találkozó végén Olaf Scholz jelezte, hogy különösebben nem hagyják meg a keleti és déli tagállamok kifogásai. A gazdagok óriási összegekkel fogják megsegíteni a saját cégeiket, a szegényebbek meg ezt nem tudják megtenni. Ez a kannibalizmus kezdete az Európai Unióban. Időközben az ukrajnai háborúban újabb eszkaláció indult be. Oroszország lassan két hete hivatalosan is annektált 4 ukrajnai régiót, ám az azóta eltelt időben is harctéri vereségeket szenvedett el.
Szombaton robbanás történt a már 2014-ben elfoglalt Krím-félszigetet Oroszország többi részével összekötő Kercsi híd egy szakaszán. Válaszul Oroszország hétfő hajnalban több ukrán nagyvárost érintő rakétatámadást indított. A célpontok között Kijev belvárosa, a nyugat-ukrajnai Lviv és a legfontosabb ukrán kikötőváros Odessa is szerepelt. A háború kezdete óta nem látott méretű légitámadást intézett az orosz hadsereg a fronttól távol eső ukrajnai célpontok ellen hétfőn. Több mint 10 civil meghalt, az ország jelentős részén áramkimaradások voltak. A geopolitikai feszültségeken túlmenően a társadalmi feszültségek sem csökkentek az elmúlt egy hétben. Legyen szó akár az iráni rezsim elleni tüntetésekről, vagy épp a hazai diák és tanárdemonstrációkról. Az elmúlt hetekben sokan elmondták véleményüket az oktatási rendszer egyre látványosabbá váló válságáról. De igazán nagy időtávot felölelő mély elemzés kevesebb volt. A mai adásunk második felében ezt a hiányt pótoljuk, és azt mutatjuk be, hogy miben is áll a közoktatás válsága, és milyen kiutak léteznek belőle. Alig telt el egy hónap az idei tanévből, de a magyar közoktatás már olyan válságtüneteket produkál, amelyekről nem túlzás azt mondani, hogy új szintet jelentenek a rendszerváltás utáni magyar történelemben. Az energiaválság miatt amúgy is bizonytalan, hogy milyen körülmények között folyik majd az oktatás télen. A Covid lezárások is sokat rontottak a rendszer állapotán, és persze évtizedes mulasztások, strukturális problémák is egyre erőteljesebben éreztetik hatásukat. Így történhetett meg, hogy a pedagógusok és diákok több mint egy hónapja folyamatosan tiltakoznak, a kormányzat pedig a korbácshoz nyúlt, és elkezdte kirúgni a tiltakozó tanárok egy részét, hogy így folytsa le az érintettek elégedetlenségeit. Miután eredménytelenül zárultak a tárgyalások a pedagógus szakszervezetek és a kormányzat között, polgári engedetlenségi hullámmal indult az új tanév. A legtöbb diák fekete ruhával és élő lánccal vette körbe a miskolci Herman Ottó gimnáziumot. Így tiltakozva Dezsőfi György felmentése ellen. Úgy érzem, hogy mintha félrepöcköltek volna egy saktáblán. A budapesti Kölcsey Ferenc gimnázium több tanárát kirúgták, miután a korábbi figyelmeztetések ellenére polgári engedetlenségi akcióban vettek részt. A mi kirúgásunk az egy üzenet a többiek számára, hogy nem erészeljenek ilyen lépésekhez, ilyen eszközökhöz folyamodni. Október 5-én a Pedagógusok Világnapján országszerte megmozdulásokat tartottak a közoktatás miatt. Élőlánccal indult a nap, majd a pedagógusok sztrájkoltak és engedetlenségi akciókat tartottak, délután pedig diákok, tanárok, szülők és tüntetők elfoglalták a Margit hidat. Bár az elmúlt 10 évben is bőven voltak tanár és diák megmozdulások is, illetve több kísérlet is született valamilyen sztrájk forma megszervezésére, a mostani elégedetlenség mintha szélesebb körben és kitartóban jelentkezne, mint korábban. Ebben valószínűleg szerepet játszik, hogy a magyar közoktatás hosszú ideje tartó lejtmenetét felgyorsította a koronavírus járvány idején tapasztalt szétesés. De a most megugró árak és romló gazdasági kilátások is húznak egyet a csavaron. Adja tehát magát a kérdés, hogy miért is küzd ennyi gonddal a magyar közoktatás, és mit lehetne tenni a megjavítása érdekében. Némi javulást mutat a magyar diákok teljesítménye a PISA teszten az előző felmérés óta, de pontszámaik így is alul maradnak a nemzetközi átlaghoz képest. A magyar diákok eredményei 2015 és 18 között csekély javulást mutattak, de a 2009-es csúcshoz képest romlott a teljesítményük minden kategóriában. Az elmúlt évtizedben időszakosan lángolt fel szakmai körökben a pánik azzal kapcsolatban, hogy rendre rosszul teljesítünk a fejlett országokat vizsgáló legnevesebb kompetencia felmérésen, az úgynevezett PISA-teszteken. Az adatokból jól látszik, hogy a magyar diákok teljesítménye a 2000-es években valamelyest javult, de a NER elmúlt évtizedében inkább stagnálás, vagy egyenesen teljesítmény romlás volt jellemzőbb. Érdekes azonban, hogy egy másik mérvadó nemzetközi felmérésben, az úgynevezett TIMSS-ben a magyar fiatalok jellemzően jobb eredményeket produkálnak. A két felmérés módszertana közötti különbség egyébként rá is mutat a magyar közoktatás első számú problémájára. Mégpedig arra, hogy nem korszerű, nem a hétköznapi életben is alkalmazható tudást ad a diákoknak. Miközben ugyanis a TIMSS felmérések a memorizált tudás mennyiséget mérik, addig a PISA inkább azt vizsgálja, az iskolában megszerzett tudást hogyan tudják hétköznapi helyzetekben alkalmazni a fiatalok. Itt nincs tékozlás, pazarlás, nincs! Ha nem tetszik, add vissza ezt is! Ez a kérdés, vagyis az, hogy milyen tudást is ad az iskola a magyar diákoknak,
rendre szenvedélyes vitákat generál, például a nemzeti alaptanterv, a kötelező olvasványok, vagy épp a tankönyvválasztás kapcsán. Ezek a viták azonban legtöbbször a nemzeti kontra haladó ideológiai keretbe helyeződnek. Ez pedig megkerüli a döntéshozatalt arról, hogy milyen funkciót is szánunk az oktatási rendszerünknek. Az iskola nem a gyermekek igényeit kielégítő intézmény, hanem az a feladata, hogy átörökítse a nemzeti kultúrát. Ezt nyilatkozta a héten Takaró Mihály, a NAT, azaz a Nemzeti Alaptanterv egyik kidolgozója. Ez a Nemzeti Alaptanterv a magyar nyelv és irodalom tantárgy tekintetében nem nemzeti és nem alaptanterv, inkább mélyen gyerekellenes. Írja az Új NAT-tal kapcsolatban a Magyar Tanárok Egyesülete. A modern tömegoktatás kézenfogva fejlődött az ipari forradalmak különböző hullámaival. Előbb a standardizált gyári munka betanításához és a munkaerő földrajzi mobilitásához szükséges alapvető képességek, az írni és olvasni tudás kifejlesztése volt a közoktatás elsődleges funkciója. Boros néni még egy éve is csak a tyúk tojásokat tudta megolvasni a juttatott ház baromfi udvarán. Ha a kószaszellő újságpapír csodort az udvarra, abból bizony csak a képeket nézhette meg. Bántotta ez nagyon Boros nénit. Az írással eddig ismeretlen új világ tárul szemük elé. Később ehhez a professzionalizálódás is hozzáadódott, vagyis az iskolák feladatává vált, hogy felkészítse a fiatal generációkat a munkamegosztás egyre komplexebb rendszerébe való betagozódásra, a szakmaválasztásra. Az iskola fejlődése tehát elválaszthatatlan a globális kapitalizmus alakváltozásaitól. Ahogy a 70-es évektől kezdődően a munkaerőpiac egyre rugalmasabbá vált, megszűntek az olyan munkahelyek, ahol az emberek egy életet ledolgozhatnak, úgy vált közhelyé az is, hogy az iskolának kompetenciákat, gyakorlati tudásokat kell adnia, amelyek segítenek alkalmazkodni a gyakori pálya és munkahelyváltásokhoz, a hakni gazdaságban való navigáláshoz. Fejlesztő mérnök vagyok, plusz még vendéglátós egységet is üzemeltetek, elég sokrétű vagyok, ezért is van kata egyébként. Én több helyen dolgozok egyszerre három különböző helyen, és másképpen nem tudom, hogy meg lehet-e oldani is a katával. Itthon már Mária Terézia 1777-ben kiadott oktatási rendeletével, a Ratio Educationis-szal meggyökerezett annak a gondolata, hogy az oktatás egy olyan dolog, amivel az államnak feladata van. De az átfogó, modern közoktatási rendszer kiépülése csak 1868-tól indult be Eötvös József bábáskodása mellett. Berend T. Iván történész kutatásai szerint az Eötvös féle népoktatási törvény elfogadásakor a lakosság mindössze 31%-a tudott írni és olvasni. Az első világháború előtti évekre ez az arány már megfordult. A lakosság kevesebb, mint egy harmada volt analfabéta, az iskolaköteles lakosság 90%-a pedig járt iskolába. Berend szerint ezzel a magyar oktatási rendszer az európai középmezőny felsőbb részébe tartozott. A nagykép mélyén ugyanakkor egy erősen polarizált intézményrendszer jött létre, ez pedig egy olyan strukturális jellemző, amely mind a mai napig brutális erősséggel fejti ki hatását. Kiépült ugyanis egy egész országot lefedő iskolahálózat, ám a tanulók nagy része, 93-95%-a osztatlan tanítási rendű, egy vagy két tanítós intézményben tanulhatott, és csupán a diákok nagyvárosi töredékének, kb. 3,5%-ának jutott normális minőségű elemi oktatás. Az osztatlan vagy részben osztatlan iskolák aránya még 1975-ben is 45% volt, ami azt jelenti, hogy minden második iskolában a különböző osztályok egy teremben, egyetlen pedagógus felügyelete alatt tanultak párhuzamosan. A rendszerváltása ez az arány 15% körülre csökkent, ugyanakkor az új körülmények között az iskolák polarizációja és az oktatás egyenlőtlensége új formákban termelődött újra. Ebben szerepet játszott az 1985-ben bevezetett szabad iskolaválasztás, az oktatási rendszer decentralizálása, amely a különböző önkormányzatok anyagi erejétől tette függővé az oktatás minőségét. És itt tetten érhető a magyar közoktatás egy újabb rákfenéje. A fejlett világban nálunk az egyik legnagyobb a különbség a nagyvárosi és a falusi diákok tanulási teljesítmények között. A családi háttér pedig nálunk determinálja leginkább az oktatási eredményeket. Minden esetre az Eötvös-féle népoktatási törvény hatására egy olyan kiterjedt iskolahálózat épült ki, amelyre a későbbi rendszerek még hosszú ideig támaszkodtak. Sem a Horthy rendszer idején, sem a létezett szocializmus első évtizedeiben nem történt számottevő infrastruktúrafejlesztés, ami például magyarázza, hogy az 50-es, 60-as években miért volt széles körben elterjedt a két turnusban tanítás gyakorlata. A 8. osztály tanulói felhasználják az első szünetet,
kora reggeltől érlelődő tervük megvalósítására. Hullanak a forintok, amelyből iskola lesz, igazi tudományterjesztő tankönyv, nagyszerű gyárak, új derűs, világos otthonok, füves játszóterek és tágas sporttelepek épülnek. Minden forint ezerszer visszatérül számukra. A minőségi vonalon nem is, mennyiségi szempontból azonban a II. Világháború utáni rend komoly előrelépést hozott. Mind több ember végezte a 8 általánost. A 60-as évekre az első osztályba belépő és a 8-at elvégző diákok száma nagyjából azonos szintre jutott. Tehát a lemorzsolódás is megszűnt. Társadalmi szempontból ez az időszak mind Nyugat, mind Kelet-Európában a leghaladóbbnak tekinthető, hiszen a vasfüggöny mindkét oldalán az oktatás egyik legfontosabb feladatává a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése vált. Nálunk felé ez a célkitűzés kiegészült a látványos iparosodás, illetve a bürokratikus diktatúrák káderéségének kiszolgálásával is. Gyerünk, siessetek, gyorsan! Elvtársad sárkánytyó, mire vár? Indul az izmos munkásbrigád. A pedagógusi kar létszáma, képzésének minősége a másik olyan dimenzió, amely az infrastruktúrális kérdésekkel azonos súllyal esik latba. A létezett szocializmus tervgazdasága idején a pedagógus képzés szorosan követte a beruházások felívelési és visszaszorulási ciklusait, csak épp egy lépéssel lemaradva. Vagyis a nagyívű beruházásokat előirányzó tervekkel párhuzamosan nőtt a pedagógus képzésben résztvevők száma is, hiszen elviekben több diákkal, emiatt pedig több tanárral számoltak a döntéshozók. A beruházások visszafogása idején pedig visszafogták a pedagógus képzést is. Így a rendszerváltás előtt időszakosan váltották egymást a tanárhiány és a tanár fölösleg periódusai. Ez az időbeli kettősség a rendszerváltás után inkább térbeli kettősségi alakult át. A nem megfelelő létszámú és képesítésű tanári kar főként a vidéki, azon belül is kistelepülési iskola rendszer sajátossága maradt. Igaz, az utóbbi időben már a nagyvárosi iskolákat sem kerüli el. Érdemes ugyanakkor kiemelni, hogy ebben a kérdésben nagyon nehéz tisztán látni, ugyanis nincsenek elérhető statisztikák. A tankerületek pedig nagyon eltérő módokon döntenek arról, hány státuszt engedélyeznek. Ráadásul a tanárhiány nem csupán mennyiségi, hanem minőségi kérdés is. Tehát függ a tananyag mennyiségétől, az osztályok méretétől és összetételétől. Tehát lehet például egy iskolában képzett fizika tanár, ha az ő energiáit a helyettesítések, illetve a túl sok tananyag annyira felemésztik, hogy érdemi oktató, nevelő tevékenységre már kevesebbet tud fordítani. Szeretném hangsúlyozni, a rendszer nem fog összeomlani, a rendszer már összeomlott, mert a minőségi oktatásnak a feltételeit nem tudja megteremteni, hanem az történik, hogy egy gyermekmegőrzés szintjére lebutították az egész közoktatásrendszert. És itt jön be a tanárok bérezésének évtizedes problematikája is. A fejlett országokat tömörítő OECD országai közül Magyarország fordít az egyik legkevesebbet a közoktatási rendszerére. 2018-as adatok szerint a hazai nemzeti össztermékünk 2,8%-át fordítjuk közoktatásra. Az OECD átlaga ehhez képest 3,4%. Ez a helyzet pedig kihatással van a magyar pedagógusok nemzetközi összehasonlításban is alacsony bérezésére és anyagi megbecsültségére. Miközben az OECD országokban a tanárok a diplomás átlagbér 90%-át keresik meg, addig itthon csak a diplomás átlagbér 60%-át. Emellett pedig kiugróan magasak a különbségek a legalacsonyabb és a legmagasabb fizetési kategóriák között, utóbbit pedig csak a karrier végén vagy intézményvezetőként lehet elérni. Más szóval a magyar bérezési rendszerbe bele van kódolva, hogy minél inkább eltántorítsa a fiatalokat a pályától. Folyamatosan csökkenő létszámmal vannak a pedagógus hallgatóknak az aránya, és elképesztően alacsony volt. 5 évvel ezelőtt 8000 körül volt a pályakezdő pedagógusoknak az aránya, ez tavaly 2000 volt, és ebből nagyjából a fele, egyharmada fog tartósan a pályán maradni. Ha most minden olyan hallgatót figyelembe veszünk, aki első helyre bejelölte a pedagógus pályát, és valami csoda folytán a pályát fogja választani, az is kevés lesz a nyugdíjba vonuló pedagógusok pótlására. Az elmúlt percekben felvázolt problémahalmaz együttesen eredményezi azt, hogy a magyar közoktatásban egy alulfizetett, túlterhelt, kontraszelektált, nem hatékonyan elosztott pedagógus kar végzi a munkát egy alulfinanszírozott és kaotikusan szabályozott intézményi keretben.
Kimeneti oldalon ennek megfelelően szintén síralmas a helyzet. Lannert Judit oktatáskutató a rendelkezésre álló statisztikai kutatások alapján arra jutott, hogy a magyar diákok régióbeli társaikhoz képest többet és fegyelmezettebben tanulnak, ám mégis rosszabb teljesítményt mutatnak fel. Vagyis olyan tanulási környezetet teremt a magyar rendszer, amely demotiválja őket és rontja a teljesítményüket. Olyan terület is van, például a digitális kompetenciák, ahol az iskolai tevékenység egyenesen rontja a diákok eredményességét. Ráadásul évtizedek óta a magyar oktatás a legkevésbé alkalmas kompenzálni a diákok társadalmi, családi hátterét. Vagyis nálunk az egyik legmeghatározóbb tényező, hogy hol, milyen anyagi helyzetben született egy gyerek. Ezt a hatást több mechanizmuson keresztül éri el a rendszer. Erős a vagyoni alapú és etnikai szegregáció is, jelentősen eltérő az oktatás minősége az ország különböző típusú iskoláiban, a túlfeszített tanári kar pedig maga is aktívan demotiválja a hátrányosabb helyzetű fiatalokat. Egy 2010-es évek első felében elvégzett kutatás szerint például a tanári értékelés jelentős befolyással van a diákok későbbi eredményeire. A nyolcadikban tényleges teszt eredményekhez képest alulértékelt, vagyis gyengébb tanári osztályzatot kapó diákok eredményei 10. osztályra jelentősen romlottak. A felülértékelteké pedig javultak. Az alulértékelt diákok nagy többsége hátrányosabb helyzetű családokból származott, így viszonylagos magabiztossággal kijelenthető, hogy a kasztosodást erősítő rendszer szintű tendenciák tetejébe még a tanárok szociokulturális elvárása is hozzájárulnak a polarizációhoz. Ezt a komplex probléma halmazt a mindenkori kormányzatok általában oktatásszervezési, oktatás irányítási reformokkal próbálták kezelni. Összekeverik a feladatokat és a hatásköröket, akadályozza a munkát az erős központosítás, és késnek az uniós fejlesztések a tehetetlenség miatt, ezt állítja a közoktatási intézményeket működtető Klebelsberg intézményfenntartó központról készült legújabb belső minisztériumi tanulmány. Ugyanakkor a rendszerváltás utáni évek épp arra mutatnak rá, hogy egymástól radikálisan eltérő modellek is képesek ugyanazt a végeredményt produkálni. Mint már említettük, a rendszerváltás után megtörtént az oktatás radikális decentralizációja és liberalizációja. A rendszer polarizáltsága viszont mit sem változott. A 2010 utáni radikális központosítás, az önkormányzati hatáskörök durva visszavágása épp ezeket az egyenlőtlenségeket tervezte csökkenteni, legalábbis névleg, de csak tovább erősítette azokat. Fennmaradtak ugyanis a középosztályok egyéni elkülönülési stratégiái is, de a reform új strukturális problémákat is teremtett. A központi finanszírozás nem javított a hátrányos helyzetű iskolákon, de a dologi ellátás szempontjából még a jobb iskolákban is rontotta a helyzetet. Kop-kop, lopok egy krétát, jó? Jó, várj! Előtte törzs ki, légy szíves, mert leltárban van. Vezetnem kell, mert ugye ez az én pakkom. Jó, akkor várj, nem olyan gyorsan. Szándéknyilatkozat, hogy mire akarod használni? Hát, szerinted? Emellett a korábbi antiszegregációs intézkedések feladásával az Orbán kormány érdemben áldását adta erre a gyakorlatra. Sőt, mi több, újabb lehetőségeket nyitott meg a diákok társadalmi elkülönítése előtt. Első ezek között az egyházi iskolák terjeszkedésének aktív támogatása. Herman Zoltán és Varga Júlia 2016-ban publikált összesítése szerint a 2000-es évek elején a magán- és egyházi iskolák együttesen a közoktatási intézmények 5-6%-át tették ki. Az évtized végéig pedig azonos arányban növekedtek. 2010 után viszont ez az együttmozgás elvált. Az alapítványi iskolák aránya inkább csökkent, miközben az egyháziaké megugrott. 2014-re az általános iskolai diákok több mint 13%-a tanult egyházi iskolában, 2020-ra az arányuk az általános iskolai oktatásban 15%-ra, a gimnáziumi oktatásban pedig 25%-ra nőtt. A régiós bontás azt is megmutatja, hogy 2010 után a hátrányos helyzetű térségekben nőtt leggyorsabban az egyházi iskolában tanulók száma. Azonban az egyházi iskolában tanuló hátrányos helyzetű diákok aránya nem növekedett ilyen mértékben. Ami a kutatók szerint azt jelenti, hogy az egyházi általános iskolák a szegény régiókban és kisebb településeken is a relatív kedvezőbb helyzetű diákokat részesítik előnyben. Ha viszont sem az ilyen oktatás szervezési átkalibrálások, sem a tanterv körüli kultúrharcos vitáktól nem várhatunk érdemi javulásra, akkor mégis mi segíthet? Az oktatáskutatók nagyjából egyetértenek abban, hogy első lépésként vissza kellene építeni az államigazgatás környékén korábban működő
kutatóinfrastruktúrát, hiszen jelen pillanatban az államnak még arra sincs elég kapacitása, hogy a problémák komplexitását feltárja, megismerje. Ezután pedig el kéne köteleződni egy következetes, választási ciklusokon átívelő program mellett, amelynek nulladik lépése a jelentősen megemelt költségvetési ráfordítás kell, hogy legyen. De a több pénz nem jelent automatikusan jobb minőségű oktatást. Utóbbi több ponton is beavatkozást követel. A pedagógus képzésben, a pedagógusi szakma elismertségében, a tantervben és tanítási módszerekben, és az osztályok összetételében is jelentős javításokat kellene végrehajtani. Mindehhez pedig komoly szemléletbeli változtatásokra is szükség van. A jelenleg uralkodó oktatáspolitikai elképzelések szerint az iskola funkciója a tudásátadás, a munkaerőpiaci igények kiszolgálása, illetve a fegyelemre nevelés. Az oktatás pedig a verseny, a vállalkozói szellemterepe, amelyben diákoknak és szülőknek egyéni megküzdési stratégiákon keresztül kell a legoptimálisabb stratégiát megtalálniuk. Ezzel szemben áll az a vízió, amely az oktatást a társadalom politika eszközének tekinti, vagyis amelynek célja a társadalmi kohézió megteremtése, a gazdasági, társadalmi egyenlőtlenségek csökkentése. Ahogyan a Fordulat társadalomelméleti folyóirat kritikai pedagógiáról szóló 28. számában Mészáros György és Neumann Eszter kifejtik, egy ilyen célokat szolgáló oktatási rendszernek az alapköve a hosszú, legalább 10 tanévből álló alapozó szakasz, a rugalmas szakosodási útvonalaknak pedig csak 10. osztály után szabad bejönniük a képletbe. Az alapozó szakaszban eltérő osztályhelyzetű és képességű diákoknak közösen kell tanulniuk, a pedagógusokat pedig fel kell ruházni olyan pedagógiai módszerekkel, amelyek képesek ezeket a különbségeket menedzselni a mindennapokban. A tananyagnak pedig műveltséggel és hétköznapi kompetenciákkal is fel kell ruházniuk a fiatal generációkat. Az oktatási rendszer beágyazódik a társadalomba és tükrözi annak belső erőviszonyait, de ezzel együtt lehetne az erőviszonyok átalakításának is az eszköze. A magyar félperifériás fejlődési modellben a közoktatás a kezdetektől fogva erősen polarizált, hiszen a gazdasági és társadalmi struktúra, amelybe beágyazódik, szintén ilyen. Térben egymás mellett találjuk meg a centrumországok gazdasági folyamataiba bekötött, exportorientált szigeteket és a függő belső gazdaság tengerét. Ekképp az oktatási rendszerünk is egyszerre próbál olyan diákokat képezni, akik a globális piacon tudnak érvényesülni, de mellett olyan munkásokat is, akik elsődleges tulajdonsága a fegyelmezettség, engedelmesség. De az oktatási rendszerünk időben is polarizált, infrastruktúráját, minőségét tekintve jelentősen hullámzik attól függően, hogy épp a gazdaság növekszik vagy csökken. Jelenleg egy válságidőszakban élünk, de a Fidesz elmúlt 12 éves kormányzásának különlegessége, hogy még a gazdasági felívelés idején is inkább a közszolgáltatások, vagyis az állam bal kezének lebontásán fáradozott. Így állt elő az a túlfeszített helyzet, amelyben jelenleg vagyunk. Nagyon köszi a figyelmet, ez volt erre a hétre a Mindennek a teteje. Mindennek a tetejével legközelebb jövő csütörtökön jelentkezünk. Ha nem szeretnél lemaradni arról az adásról, illetve a további tartalmainkról, akkor mindenképpen iratkozz fel a csatornára, ha még nem tetted volna meg. Ha tetszett, amit láttál, akkor használd a like gombot, hogy az érdekünkben pörgesd az algoritmust. Ha pedig bármilyen kérdésed vagy észrevételed lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor várunk a komment szekcióban. Ha teheted, kérlek, hogy szállj be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmet, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.